Szenyési Vóvíz hálózat fejlesztésre nyert támogatást az Alegerszeg önkormányzata, valamint az Alavíz ZRT. Ennek célja a hatékonyság növelés, így a szolgáltató csak nem 60 millió forintot spórolhat majd évente az energiaköltségeken. A projekt nyitó rendezvényen ismertették a részleteket, ahol Balait Zoltán polgármester emlékeztetett, nagy hangsúlyt fektetnek az ilyen beruházásokra. Nagy örömünkre szolgál, hogy egy újabb Európai Uniós fejlesztést nyertünk el. Összességében 1,7 milliárd forintos beruházás indul el, egészen 2023 végéig. 14 plusz 14 helyszínen valósítjuk meg, 14 ivóvíz és 14 szemvíz rekonstrukciót. Ehhez 70 támogatást biztosít az Európai Unió, és további 30 önrészt, tehát 500 millió forintot pedig mi oldunk meg. Így áll össze ez az 1,7 milliárd forintos projekt. A technikai tudnivalókat Arnhofer András, az Alavi ZRT elnök vezérigazgatója ismertette. Mint mondta, csak nem 57 ezer főt érint a korszerűsítés, melynek köszönhetően 15 tonna dioxid marad a rendszerben. Nagyon fontos, hogy ez egy hatékonyságnövelő beruházás is, hiszen ugyan csak a körülbelül a hálózat 1%-át érinti összességébe, de jelentős energiamegtakarítást is jelent, hiszen megszüntetjük a hálózati veszteséget ezeken a szakaszokon, illetve az idegenvíz a szennyvíz csatornába, tehát a fölösleges szivattyúzást. Viglászló országgyűlési képviselő szerint a jelenlegi energiaválság miatt kiemelt szempont a hatékonyság növelés. Mindennél fontosabb, hogy vízzel, árammal, gázzal el legyenek látva épületeink, én gondolok itt családi házakra, de középületekre is. Az elmúlt időszakban több csőtörés is történt. Azt hiszem a hálózati veszteség nem csak az de az országot veszük nagyon nagy mennyiség. Szeretnénk mindazt az energiát, amit fordítunk, azt hasznosan felhasználni. A kivitelező a tervek szerint 2023. novemberében végez a munkálatokkal. Ez alatt közel 7000 méter ivó és ugyanennyi szennyvízcsövet cserélnek ki a megye székhely különböző közterületein.